Ballagás a kovácsban, cseresznyelégy támad a gyümölcsösökben, körkör kijátszik. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. június 21-én 18 óra 5 perckor. A Kovács Mihály általános iskola végzősei is búcsút vettek az alma mátertől. A ballagó diákok először az iskolától, a termektől vettek búcsút, majd az udvaron szüleik átadhatták számukra a virágokat és az ajándékokat. A ballagók nevében Kerekes József Lajos 8. B-osztályos tanuló búcsúzott. 8 évvel ezelőtt, amikor először jöttünk az évnyitóra, még nem gondoltam, hogy ilyen hamar elrepül ez az idő. Micsoda szorongással, félelemmel indultunk. A tanítónéni szava, amely törvény volt, messze hangzóan sokáig kísért bennünket. Persze ez a hatás az évek során veszített erejéből, különösen most a kamaszkorba érve. Ezért kell köszönetet mondanom a magam és társaink nevében, tanárainknak, szüleinknek, ezért a sok türelemért, segítő fáradozásért, amit értünk tettek. Hiszen ők biztosan tudták, hogy minden szájrándítás, tisztítelentlenség idővel megváltozik, és a sok szép, amiről beszéltek nekünk, egyszer a tulajdonságaink közé fog tartozni. Arra kérem őket, hogy maradjanak meg az emlékezetünkben a szép órák, a közös kirándulások, és ne a csíntevéseinkre emlékezzenek. Búcsúzunk iskolatársainktól, elsősorban a hetedikesektől. Ők, amikor átveszik iskolánk zászlóját, bizonyára arra gondolnak, hogy végre milyen jó, hiszen ők lesznek a nagyok. A nagyok, akikre mindenki felnéz, és higgyék el, gyorsan elrepül. Ahogy a mi számunkra is elrepült ez az év. Utoljára a szüleinkhez szólok, hogy nekik mennyi mindenért tartozunk köszönettel, az felsorolni lehetetlenség. Igyekszünk szorgalmunkkal és becsületes életünkkel meghálálni mindazt, amit értünk tettek és tesznek ezután is. Mi pedig indulunk megkeresni azt az utat, amelyet választottunk. Marie Curie idézetével zárom a gondolataimat. Innünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és hogy ezt a valamit bármi áron el kell érnünk. A diákokat képviselve Baláti Boglárka, 7. B-osztályos tanuló köszönt el végzős diáktársaiktól. Tudom, hogy most évetekben rengeteg érzelem kavarok, köztük a bánat és az öröm is. Így vagyunk ezzel mi is. Bármilyen furcsán hangzik is, egyrészt boldogan engedünk el titeket, hiszen az eszünk tudja, hogy az iskolától való búcsú a fejlődésnek, az életrendjéhez tartozó változásnak a velejárója. Másrészt viszont lelkünk fáj is kicsit, mert ettől a pillanattól kezdve az eddig az iskolákban megért közös élmények fokozatosan az egyre távolodó múlt részévé válnak. Emlékeztek még mennyi örömet és olykor felfájást okoztatok tanáraitoknak? És most könnyes szemmel, de mégis büszkeséggel telve búcsúznak ők is tőletek, hiszen büszkék rátok. Ők itt maradnak velünk, ti pedig akarva, akaratlanul hordozni fogtok magatokban számtalan emléket, ami hozzájuk kötődik. Lehet ez egy biztató mosoly, egy elismerő vagy együttérző mondat, de az is lehet, hogy ez az emlék egy összeráncolt homlok, egy dorgáló szó, ami éppen jókor hangzott el ahhoz, hogy jó útra térítsen titeket. Ne felejtsétek el egymás sem az, hogy jóban, rosszban együtt voltatok. A nevelőtestület nevében a 8. B-osztály osztályfőnöke, Jobbágyné Ungvári Sára tanárnő szólt a ballagókhoz. Valójában még nem érzékelitek igazán, hogy ez a ballagás az általános iskolai életetek utolsó pillanatai. Legfőképpen a nyári szünőtőt vártátok igazán, amikor egymás között a vált ballagásról beszélgetetek. Mára visszavonhatatlanul vége az általános iskolai éveiteknek.
ezen a napon benneteket ünnepelnek. Virágköntösbe öltözött az iskola, az itt tanuló gyerekek kezei nyomán, az osztályok táblái telejét jó tanácsok vártak benneteket. Osztálytermetek padjain az elbocsájtó tarisznya ma a ti vállatotokra került. Felsorakoztatok a folyosón, majd felhangzott a jel, a dal, és elindultatok a ballagok menetében a többiekkel. Diáktársaitok kíváncsi, de meghatódott arccal búcsúztak tőletek. Tanáraitok arca is, mintha más lett volna most. Ma utoljára szólt nektek iskolán csengője, utoljára jártátok végig a termeket, ahol az öröm és a bánat perceit éltétek át több éven keresztül. Ti vagytok az elsők, akik az új, szép iskolai falai között hallakadtatok. Tarisznyátokban 8 évi tanulás, szorgalom, vidámság, néhol rosszaság és keserűség lapul meg. Mintha tegnap lett volna, hogy először léptétek át az iskola kapuját, anya kezét szorítva. Eleinte félénken és visszafogottan, később megszokva az iskolát, leraktátok tudásotok alapjait, megtanultatok írni, olvasni, számolni tanítóitok nagy szeretete és sok türelme mellett. Hagyományaikhoz híven elismeréseket, jutalmat kaptak a 8 éven át kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók. Az elismeréseket Plósz Csilla Margit intézményvezető, az okleveleket Karas Elvira tag intézményvezető adta át. Díszoklevelet vehettek át azok a tanulók, akik 8 éven át kitűnő, jeles tanulmányi eredményt értek el. Sike Ákos és Lakatos Dávid 8-á, Kerekes József Lajos és Lukács Titanilla Jázmin, Sike Kristóf, Vanka Attila a 8. B-ből. Sportmunkáért oklevélben részesült a 8-ából, Cinka Milán, Rézművesz Zoltán, Turai Gergő, a 8. B-ből Ábri Márkó, Bakó Alex, Kis Zsolt, Tasi Tamás Gábor. Szakköri munkáért oklevélben részesült a 8. A osztályból Gebei Erik, Papp Petra, Tóth Boglárka, a 8. B-ből Bánhegyesi Mária, Panyi Karanka, Szikszai Hajnalka. Közösségi munkájukért oklevélben részesült a 8-ából Bene Viktória, Füleki Gabriella és Nagy Dorina, a 8. B-ből Kovács Zsófia, Lukács László és Szabó Anna. A 8-ás osztály osztályfőnöke Bacsó Andrea tanárnő jelképesen az alábbi gondolatokkal bocsájtotta útjukra a végzős diákokat. Mindig legyen előtted út, fújjon a szél a hátad mögül, arcodat melegen süsse a nap, földedet öntözze lágy eső, és mindaddig, amíg nem találkozunk, hordozzon az Isten a tenyerén. A cseresznye és a megy legjelentősebb gazdasági kárt okozó kártevője a cseresznyelégy, amely néhány hete megjelent a karcagi kertekben is. Ezeken a korai cseresznyéken nem fogjuk megtapasztalni. Majd a cseresznyelégynek is van annyi esze, ő is a finom Germer Zsófi cseresznyét szereti, és azon a fajtán fogjuk először tapasztalni az úgynevezett kukacos vagy műves cseresznyét. A cseresznyelégy lárvája a gyümölcsbe furkálva táplálkozik, fejlődik, és ennek következményeként a mag körüli részek elpípesednek, elbarnulnak. A sérülés miatt a termés később elkezd rohadni. A legyek legszívesebben a fakorona déli legmelegebb oldalán tartózkodnak. A megtermékenyült nőstények a petéiket a terméshéj alá rakják a tojócsövükkel. Általában a színesedő terméseket kedvelik, de a zöld termésbe is rakhatnak tojásokat. A petéik 6-10 nap alatt fejlődnek lárvává, majd a lárvák fejlődése 10-12 napig tart. A kifejlődött lárvák a földre vetik magukat, 10-12 cm mélyre lefurakodnak és ott bábbá alakulnak. Ilyenkor rajzik a cseresznyelégy, ezt mondjuk bemutattuk, a sárga lappal lehet nagyon jól előrejelzni. A sárga lap vonza, a sárga szín vonza ezt a cseresznyelégyet, amit nagyon könnyű felismerni, mert akkora, mint egy normál, egy házi légy, hogy így mondjam, csak a szárny rajzolata ilyen csíkos. És hogyha megjelenik a sárga lapon ez a cseresznyelégy,
akkor attól kezdve számítjuk a rajzás kezdetét, és a rajzás kezdetétől körülbelül 10 nap múlva, 8-10 nap múlva időjárás hőmérséklettől függően kell a permetezést megcsinálni, mert akkor fogja a tojást, ugye lerakja a cseresznyére, így a tojást a cseresznyére, és 8-10 nap múlva kell ki a kis nyű, ami belemászik majd a cseresznyébe, és az fogja okozni a idézőjelben kukacos cseresznyét, ami egyébként nyüves cseresznye, nem kukacos, és a védekezés nekünk arra kell irányítani, hogy addig csináljuk meg a permetezést, amíg bele nem fúr a cseresznye, mert belefúrt, akkor már vége. Tehát azt az időszakot kell kitalálni, amikor kikelt a lárva a tojásból, és még nem fúrt bele. Na most ott követik el a sok hibát a termelők, hogy nagyon korán védekeznek a cseresznyelégy ellen, indokolatlanul, tehát felhasználnak egy csomó vegyszert, nincs neki semmi hatása, és ennek, tehát miután nem jól időzítették, kukacos lesz a cseresznye. Na most a medgyet is megtámadja sajnos, mert az utóbbi években vizsgálatok bebizonyították, hogy nem csak az Európában őshonos cseresznyelégy van a cseresznyefák környékén, hanem Amerikából is jött be egy cseresznyelégyfajta, ami nagyon hasonlít az európaihoz. A szárny rajzolata egy picikét más, de hát azt nem is muszáj elkülöníteni. De ennek az a tulajdonság, hogy sokkal később is fog rajzani, és ezért a medgyen is van most már cseresznyelégy kártétel. A fák északi oldalát kivéve sárga lapokat kell elhelyezni a lombkorona külső felére, és amikor megjelennek rajta a cseresznyelegyek, el kell kezdeni a védekezést. A cseresznyelégy elleni védelem történhet cseresznyelégy csapda segítségével, vagy radikálisabb, vegyszeres permetezés útján, attól függően, hogy csak egy-két fát kell megvédenünk, vagy egy nagyobb kertet. A cseresznyelégy május-június folyamán okoz problémát a kertekben, ugyanis ekkor alakulnak ki, kezdenek el érni a zöld cseresznyék és medgyek. Folyamatosan figyeljük a fákra ragasztott sárga papírokat, amelyek mutatják, mikor kezdenek el rajzani a kártevők. Ekkor, ha nagyobb a kert, érdemes lecsapnunk felszívódó vagy kontakthatású permetszerekkel. A Nemzeti Tehetségprogram keretében a Körkör kijátszik című pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda Takács Péter úti óvodájában. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő által meghirdetett a hazai és határon túli óvodai tehetségkibontakoztató programok támogatása című NTP/OTKP/20/0095 pályázati azonosító számon szereplő Körkör kijátszik elnevezésű nyertes pályázat 2020. szeptember 1 és 2021. június 30-a között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Takács Péter úti óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 500 ezer forint. A pályázati programban az óvoda Így kell járni testi, kinesztetikus gyermektánc tehetségműhelye vett részt 12 gyermekkel, Szabó Erika tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. A 30 órás program célja: a gyermekek ismerjék meg az évszakokhoz, ünnepekhez, jeles napokhoz kötődő népszokásokat. Sajátítsanak el hagyományos népi játékokat. Érezzék meg a zenelüktetését, ritmusát. Szeressék meg a népi játékokat, a népzenét, a táncot. Ismerjék meg a néptánc alaplépéseit, motívumait. A hazaszeretet, magyarságtudat, szülőföldhöz kötődés kialakításának erősítése a népi játékokon keresztül. Személyiségük formálódjon a zene, a népi játék, a magyar népi kultúra és a közösség erejével. Élményszerző és lazító programok. A tehetségműhelybe járó gyermekekkel meglátogattuk a közelben lévő tájházat. Kívül és belül is megnézhettük a régi karcagi házat, annak bútorait, berendezési és használati tárgyait. Megtekintettük a fazekasház állandó kiállítását is, ahol Kántor Sándor fazekasmester munkáit, vázáit, miskakancsúit, tányérokat láthattunk, melyek a jellegzetes kun népi motívumokkal vannak díszítve. Ellátogattunk Tóth János népi fazekasmester még ma is működő műhelyébe, ahol a munkájába is betekintést nyertünk. Tapasztalatot szereztek a fazekas mesterség fogásairól. Kipróbálhatták a korongozást, néhány díszítő elemet és formázási technikát.
A Györfi István Nagykun Múzeumban múzeum pedagógiai módszerek alkalmazásával a nagykunság néphagyományának, népviseletének, népi játékainak megismerésére nyílt lehetőségünk a gyermekekkel. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!